Eltelt ismét két hét, újra itt a Magyar Közöny, ma éppen Havas hívtam meg egy kis közéleti beszélgetésre, lesz téma foci, az egészségügy és a belpolitika is. Szia, Erik, üdvözöllek! szia Jó napot! Hát nemrég megműtöttek. Hogy vagy? Ez a legfontosabb szerintem. Há, az egészség. Hát, hát, hát annyira kiműveltek a Haller utcában. Nem, azon röhögtem, amikor hogy itt minden zöld. Ez is zöld, vagy kék, kék ez zöld, na mindegy. A Haler utcában a kardiológián nem műtöttek, ott nem kiművelte magam, hanem egy beavatkozáson estem át. A magyar egészségéről annyit, hogy a sportkórházban a lábam és a térdem miatt mentem Lejkó doktorhoz, aki mindig azzal kezdi, hogy ő műtötte el Orbán Viktor térdét. Nem, mulatságos volt. Na, én mondtam egyébként, hogy tuti, hogy megint neurológushoz küldenek, már voltam négyszer. De ez a hölgy, ez, ez a neurológus hölgy a sportkarázban megnézte a leleteimet, és azt mondta, hogy hát maga négy éve kezdett panaszkodni fáradékonyságra és szédülésre, és négy év alatt nem nézték meg a szívét, nem volt kardiológusnál. Elküldött ott a sportkarázban mindjárt egy kardiológushoz, az mindjárt ultrahangos vizsgálat után közölte, hogy a bal szívkamra az elmeszesedett, és, 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 hát ez... Na, na, mindegy, a lényeg az, hogy utána átmentem, vagy átkerültem a kardiológiára, ez is jellemző hogy egyébként a sportkórházban, a kardiológiai intézetből jön másodállásban a kardiológus, hogy saját magához látott a kardiológiai intézetbe. Ott egy kolléganője megint megnézte ultrahanggal a szívet, és hát azt mondták, hogy a bal szívkamera az olyan 30 on működik, ami viszont azt jelenti, hogy jobb szívkamra meg, hogy pótolja, az, az meg 130 on Mm. Úgyhogy azt mondták, hogy olyan két év belül biztos, hogy infarktus volt volna el. És kiderült, hogy 2008 óta van egy megoldás a szívbillentyű problémára ami azt jelenti, hogy ezt se jöttem egyébként, 74, én ugye 74 éves vagyok, na 74 évtől felfelé már nem nyitott szívműtétet végeznek, hanem az artérián keresztül, nekem a jogcomban nál az artérián keresztül jutották fel azt az új szívbillentyűt, amit beültettek katéteren, katéter segítségével a szívembe. Ez egy másfél órás beavatkozás volt, tehát nem műtét igazából, mert nem volt a vágás vagy ilyesmi és uh, nem mélyaltatásban voltam, hanem altatásban. Másnap azt mondták, havasul újjászületett, mint egy csecsemő, oxigéndus vér <laughs> özönlik át a szívén keresztül. Aztán volt két hét a rehabilitáció. Nem volt egyszerű, ma is velem jött. Úgyhogy napi 24 ezerért be lehetett fizetni egyébként. És tökéletes. Na jó, oké, csak hogy valakinek mondjuk van erre pénze, tehát mondjuk a magánellátásra, vagy ez, vagy ez, -pont nem került, ez, vagy nem bármire, ez, nem került ez nem De mondjuk ez gondolom, őket... beszélgettél ott emberekkel. De nem, hát én ezelőtt százezreket kifizettem uh -huh. a térdemmel, meg a, meg, a, meg a, a, a derekammal. És hogy beszélgetsz orvosokkal, ők mit mondanak, hogy mi a legnagyobb probléma? Hát nyilván ők se elégedettek ezzel az állapottal. Te figyelj! A műtét előtt az igazgató, a kardiológiai intézet igazgató, ez a Godzégen kardiológiai intézet uh, igazgatója, aki ezt a beavatkozást megcsinálta. Ő Amerikában, meg Angliában is uh, dolgozott, és hát uh, elmondom, mi a probléma. A probléma az, hogy szerintem a leg, uh, legképzettebb uh, élvonalbeli orvosok uh, dolgoznak uh, ezekben az intézményekben, tehát a sportkórházban és a kardiológián meg aztán azóta voltam a Gerinc klinikán is. Ellenben, most tényleg furcsa, amit mondok, de én már nem elájultam. Amikor ugye úgy volt, hogy szerda reggel megyek, és csutatok reggel lesz ez a beavatkozás. Tehát egy napig ott lébecoltam. És amikor ebédre hoztak két párizsit, tehát két szelet Párizsét, két zsömlével és egy félbevágott paprikával. És így néztem, hogy... És ez ment. És ez volt Balatonfüreden is. Balatonfüreden találkoztam a, egy rengeteg érdekes emberrel, találkoztam, neki oda jöttünk. És egy vendéglátós volt a lányom ismerőse. Azt mondja, ő utána néz bement a konyhára, nem tudta elviselni, hogy mindenben szója, szója van, valami szója szólt, vagy mit tudom én. Kérdezte, hogy nem lehetne mással esetleg ízesíteni 550 forint, a, 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 a amiből ki kell hozni a reggeli tevédet, vacsorát. 550 forint. Szerintem akartam elhinni. De úgy látom egyébként, hogy a várólisták és mondjuk a, hát nem tudom, az egészségügyi állapotát néz, hogy az embereknek ez teljesen megfelel hiszen nem tüntetnek milliók az utcán ilyen problémák miatt sem. Nem hiszem, hogy a betegek dolga volna tüntetni. Az igazság az, hogy az igazság az, és most térjünk el az állami egészségügytől, hogy jártam én a Derek hallgat érdemmel a magánkórházakban is. Az egyik legmenőbb magánkórház a Soroksári úton, a Duna Medical Center. Az igazgató felesége, régi rádiós kolléganőm, a Rangos Kati, tehát az igazgató úr doktor kávéval fogadott. El. Na mindegy, most nem akarok hülyeséget mert azt hiszem másfél milliárdos adósságuk volt, és uh, egy török befektető vette meg. Azt olaszok voltak az előző befektetők, ebben nem vagyok egészen biztos, mert én is csak egy, nem a Rangos kati vagy a Bazsol doktortól hallottam hogy, hogy a Bazsó doktor állítólag azt mondta, hogy egyszerűen képtelenség egy magánkórházat akármennyit is kérnek. Sőt, nem ez, nem, ez egy interjúban volt. Hogy nem kérhettek több százer forintot mondjuk egy ultrahangvizsgálatért, miközben millió, millió dolláros műszereket kell megvenni, világszínvonalú műszereket, hogy hogy, hogy, hogy ott legyenek az élvonalban. És egyszerűen Magyarországon a fizetések és a nyugdíjak miatt nem lehet annyi pénzt kérni, hogy ebből fenntartsák. Uh -huh. A németeknél lehet, az osztrákoknál lehet, nálunk nem lehet. Úgyhogy az, hogy egyébként kifogásom nem lehetett a tisztaság ellen, annak ellenére, hogy a kórházi fertőzésekben túlságosan sokan halnak bele, benne még félelem se volt, pedig lehetett volna, az, még, még egyszer mondom, felkészült orvosok, ö, oda, ö, odafigyelő ö, asszisztensek és nővérek. De hát ez, hogy ez hogy kétszer lett Párizsi, de ez nem egy nap fog. Másnap kétszer lett olasz szalámi volt. Változatos. De, de mi egészen elképesztő. Szóval ilyet. Egyszer, nem akarsz erről írni például? Nem. Egészségügyről? Nem, nem. Azért nem, mert, mert igazságtalan volna. Ja, a, a lényeget nem mondom. Kérek szépen a Haller utcában a két lift közül, amiben be lehet tolni, tehát a, amikor műté, műté, műtéthez vittek, akkor már föl kellett feküdnöm, bár mehetem volna, de mindegy, műtéthez vittek, 25 percig vártunk a liftnél, hogy be tudjanak tolni. A két liftből egy működik. És az orvos, a az igazgató megkérdezte, hogy minden meg volt elégedve, és mondtam, hogy nem tudok hozzászólni, hogy hogy intézték, épp éppenséggel ő intézte ezt a beavatkozást. De mondom, hát mondom, ez a lift. <laughs> 80 éves öreg néni már egy órája ott állt, mert egyszerűen két. És mondom, hát. Hogy? Hogy? Azt hiszem, hetedik hónapja nem javították meg a liftet. És azt ez mondta, nem... hogy hát az nem úgy megy, mert ő írt levelet a fenntartónak, a fenntartó, nem tudom, közbeszerzési eljárás, vagy mit tudom én. Ez szóval nem úgy megy ám, hogy telefon a németeknek, vagy azt mondom, nem is osztrák, vagy német, nem is tudom, Schindler, német azt mondom. nem úgy, hogy jön majd Alcatria, hát nem, hát azt nem, levelet kell írni, a fenntartó eldönti, eljár. Tehát szóval és ugye a rehabilitáció... Vagy ja, de még is. akarok mondani, mert már te nem mondtad meg, hogy mire készüljek, de a, a, az Ágia titkárnő mondta, hogy itt valami sport is lesz. Na, kérlek szépen... De erre akartam rákérdezni, hogy utolsó, Utolsó nap, utolsó nap, amikor már jöhetem, mert öt napot, a beavatkozás után öt napot ott még vizsgálgatnak, figyelgetnek, mit tudom, ötödik nap, amikor már, már ott voltam egy fél lépésre, hogy most már végre hazamentek. Nem, még beültettek egy ilyen guruló székbe, kezem, ölembe adtak egy 40 kilós defibrillátort, a készüléket, és a ultrahangvizsgáló előterében várta. Egy két méteres csávó jött, civilben. Na, nézzek, bement, visszajött. Mondom, mit néz ez engem, meg mit rohangál itt le-föl? Na mindegy, Végre sorra kerültem, betolnak a útrangvizsgálatra, jön megint ez a civilben, ez a Hori azt mondja, hölgyeim, figyelnek erre az emberre, életveszélyes Újpest elkezdett hisztizni, hogy itt miért zöld-fehér minden, mondják meg nekik, hogy ez a kilencedik kerület, ez a Ferencváros, és itt ne játassa a száját, ne jön ezzel a lila fehér dumával, és kurvára nem érdekel minket a fazekas görögben a Dunai kettő zámból csatáson, nem érdekel minket, ez Ferencváros. És hogyha nagyon jár a szájra, ki. Ha, néztem, ki megy, mondom, ez normális? Ki ez az ember? Ja, hát ő a Sanyi. Milyen Sanyi? Hát a főorvos. De hát ma, mi ez a Duma? Azt mondja, ezt mindig eljátszol, hogy jön egy újpesti. Azt mondja, hogy a a Nagy Laci volt, itt tudja, ki ezt mondta, hogy tudom, hát a válogatottban Balbek volt, a nálunk Balszélső, Nagy Laci. Azt mondja, ugyanezt eljátszotta. Közben Újpest Drucker, hát még a alsogatjája is Lila. Na mindegy, én csak így ültem, mondom, Jézus, ez normális, ez az ember. De örülsz a válogatott sikerének? Mert egyébként, ahogy nézem, így a kormány közeli influencerek most például arra próbálják rátolni Hát hogy mondjam így az ellenzékre ezt a fajta bilogot, hogy aki nem örül a magyar válogatott sikerének, az nem magyar STB. Ezekhez mit szólsz? Minden magyar, aki szereti a magyar válogatottat, hiszen nem mindenki szereti a magyar válogatottat, sok magyar van, aki nálam jóval kevésbé szeretik a magyar válogatottat, és jó lenne, hogyha szégyenkeznének jó néhány millió magyar szurkol nekünk. Az egész ország, az országnak azon egész része, amely támogatja a válgatatat, hiszen van egy olyan rész is, annak, aki annak ellenére, hogy magyar, nem nekünk szurkol, nem minket támogat, de ez egy teljesen más történet. Egyszerű, hát persze. Persze. Tehát most igazolni kell azt, hogy a több ezer milliárd, ami a fociba ment, az megérte? Pontosan erről van szó. Szóval. Most mit tegyek még az igen, igen, igazolni kell. Azt hogy Szobaszlai az valahogy nem felcsúton nőtt föl, hanem a Faterja által alapított ilyen, ilyen kölyöklubban, és aztán 14 vagy 15 évesen már Ausztriában volt. Ez, ez nagyon fáj nekik. Uh -huh. Tehát, már mindegy. A dolog lényeg az, hogy valóban erről van szó, szóval, iszonytató pénzeket költöttek el, eredmény nélkül, éppen az MLS adott ki egy, egy vagy, vagy, hozott nyilvánosságra egy százvalány oldalas tanulmányt, ami valóban arról szól, hogy csőd. Tehát egyszerűen a pénz megy, 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 megy. Én viccesen azt írtam, hogy néha még három magyar is játszik a felcsútban. Szóval ez komolytalan, egyértelműen, hát ez sikerpropagandát, propagandát, nem kell ez mit hozzáfűzni. Én a Facebookon azt írtam, hogy 50-es évek, hm. padlás lesöprés, AVH recsk. 52-ben Helsinki-ben 16 aranyérem. Eufória. Hm? 54-ben világbajnoki döntő. Hát ugye ez a keleti blokknak nagyon fontos. Igen, fú. a Rákos per, Rákos rendszer. Egyébként helsinki ha jól emlékszem, az oros, a szovjetek nem is indultak, akkor még nem döntötték el, hogy egy ilyen, egy ilyen furcsa dolog, mint az olimpiai mozgalom rész lesz nekem. Na szóval persze, hát igen, 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 igen. de hát én közelről ismerem a Viktort, jártunk Újpest meccsre. A NAD, ezt elmesélem. A sportkorházban Lejkó doktor, a doktora, meséltem, hogy mindig az kezdi a bemutatkozást, hogy ő operálta Orbán Viktor térdét. Ő a Vasasnak a csapatorvosa. És tavasszal, amikor először voltam nála, akkor dölt el, hogy a Vasas meg a Honvéd, vagy koronyáron, hogy a Vasas is a Honvéd esik ki. Na, mondom így viccesen, mert me ismertük egymást, az mls két évig sajtófőnöke voltam. Tehát a Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke voltam a rendszerváltási időszakában. Hát, mondom, doktor úr, ősztől lehet járni az országot, mb 2 Hát mondta ő, miért? A héten Kisvárdán játszik a vasas, hát érdekel ez engem, hát... mondom, pedig 99-ben, mondom, a Bitla nekem már mondta, hogy sok a fővárosi csapat. Inkább a jó arcú vidékiek jöjjenek. De még azt is hozzátettem, mondtam hogy doktornak, hogy még a mi csapatunk is kiesett. Azt mondja, milyen mi csapatunk, mert maga Újpest el. Hát mondom, hát, hogy igen, persze. Hát de a Viktor is Újpest Drucker. Hát amikor ő szocializálódott, mindenki törőcsiket imádta. Hát, persze, hogy Újpest el? Ne, Orbán Viktor nem Újpest Drucker. De hát, Hát mondom, egymás mellett ültünk egy csomó meccsen, hát még U16-os meccsen is kint voltunk együtt. Miről beszél? Nem. De tudja, amit meg fogom kérdezni. Mondom, kérdezze, meg úgyis hazudik. hát e, mondom, ez egy mocskos áruló. Újpesti, Újpest Dukes Fölavacsa Grupa Marénát. Hát a világ ilyet nem látott. Találkozunk, két hét múlva mentem vissza. Ági a a telefonomra föltette, hogy Viktor li, lila ott ö, a Megyeróti VIP párholban ott ö, ö, támaszkodik a, a lila székre. Mondom, doktor nézi, ott van Orbán Viktor lila a VIP szektor Megyeró. Nem. Orbán Viktor nem volt Újpest Drucker. Azt úgy látszik, hogy a fülébe juthatott, mert egy hét múlva adott egy interjút, azt mondta, ő nem Fradi Drucker. Azt nem vallotta be, hogy Újpest Drucker. Nem, nem, nem. És egyébként te kommunikációs államtitkárként, hogyha most egy kicsit visszautaznánk az időbe, és mondjuk akár a Horn vagy akár az Antal kormánynak tanácsot adhatnál, te milyen tanácsot adnál, egészségügy vagy foci? Nem, nem tudnék tanácsot adni, mert uh, 1990-ről uh, uh, jelentévedek tévedek, ő halt meg Antal József. Igen és azon a nyáron két felengem engem arra, hogy államtitkári rangban felügyeljem a rádiót és a televíziót. Szó szóval, szerint szóval mondom, szerkesztő úr, ezzel a médiával, hát akkor még ugye egy televízió, közmé, köztelevízió, nem lehet neki menni a választásoknak. Ő ugyanis attól rosszul lett, hogy a Páfi meg a Krudinák miket művel. Ugye amikor Csurka megírta a dolgozatát, hogy egy beteg ne legyen miniszterelnök, Onnantól kezdve ellenség volt. És mit csinált akkor a híradó, a páfi féle híradó? Csurkának mindig a tarkóját mutatták, ha beszélt a parlamentben. Ami olyan olyan volt, mint a konyec plakát. és onnantól kezdve mindig, hogy a csurka ellenség lett, így hátulról ezt a gyűrött felnyílt tarkóját mutatták a csurkának. Az Antal ezt nem tudta elviselni. És közben mi történt? Ja, még azt is mondta nekem, én nem tudtam, hogy ő súlyos beteg, nekem sosem mondta, pedig hát elég sokat beszélgettünk, hogy én nem vagyok hajlandó megtanulni a médiát, nincs rá időm. Én azt hittem, hogy az a nincs rá időm, az azt jelenti, hogy sokat dolgozik. Igen, de hát kiderült, hogy, hogy, hogy ő halálos beteg. Na jó, csak Következésképpen jó, nem, csak hogy a két mondattal válaszolok a kérésedre. Amit ők most csinálnak az undorító, tehát ami ma a magyar közszolgálatban folyik a rádióban, televízióban, meg a tv 2 meg ugye egyáltalán, az undorító. Viszont hatásos. Hát nekem nem mondja senki, hogy, hogy miközben hányni tudnék attól, és ez egyszerűen idegbeteg vagyok, hogy vagy csak a Kusutot meg a Mária rádiót lehet fogni a Dunakanyarban, ahol lakom. De hatásos. Ez működik. Ez kell ezeknek az embereknek ennek a két-két és fél embernek, aki tör szavazolja a Fidesznek. Kész. Uh -huh. Hát csak megér ennyit a foci. Ezer milliárdokat. Miközben most meg, az egészségügyben beszélünk. Meg, amelyik... meg, 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 meg. Mert, 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 mert a Fradi uh, teltház előtt uh, játszik. Oké, okay, hogy most a harmadik uh, ligába került, tehát hol van, a bajnokok ligája, a főtábláját valata. de nem érdekes. A válogatott jó, van két világsztárunk, vagy van egy világsztárunk a, a Szoboszlai, van két nemzetközi szintű játékosunk, a Vili Orbán és a Sallai, van egy nagyon jó kapusunk a Divusz, a többiek nagyon közepesek. Csak tudod, a szoboszlai példája is mutatja, hogy tulajdonképpen ez a kontraszelekció, hogyha valaki ebből kikerül, akkor valamit el tud érni. Tehát ez a magyar futballvilág, hiába ölnek bele ezer milliárdok. Ahogy ja, van, van, a mint, mint a két Nobel-díjasunkkal, a Krauss-szal, meg a karikokat Katalina. És egyébként, hogyha már így bedobtuk, vagy De beszudott... Egyébként, hogy bocsánat, hogy már szóba hoztam a két Nobel-díjast azért, magyar egyetemen, tehát a Műszaki Egyetemen és a Szegedi Tudományi Egyetemen emel Hát a Krausznak az nyilatkozatát az MT meg is húzta, amikor a magyar oktatás állapotáról beszélt? Elszorítsanak fizikatanárok. Mm. Hát igen. Bedobtuk Orbán nevét, illetve bedobtad. Azért azt tudom, hogy te egy időben egy tehetséges fiatal politikusnak tartottad. Szerinted ő hol csúszott el? Hol csúszott el? Uh -huh. Hát figyelj, én, én, én eléggé bele tudom élni magam az ő helyzetében. Én egy uh, nagyon nyilvánnyi körülmények uh, közt uh, nevelkedő gyerek voltam. És nem azért szoktam mesélni, hogy uh, érettségére kaptam autót, hogy hencegek vele, hanem, uh, hanem én abban nőttem fel, hogy aki sokat dolgozik, az sok pénzt is keres. Az apám egy rendkívül tehetséges kesztyűszabász volt. El szoktam mondani, hogy si sí és lovas uh, készített, és és én nem jártam a mert kellett egy könyv, megvettem. a kellett egy versenybicikli, megvettem. Nekünk volt az első televízió már a kísérleti adásokat egy színes televízió. Sejtem, hogy mire akarsz kiukadni. Oda akarok kiukadni, hogy amikor én, én megkerestem az első 1 millió forintomat a könyvemmel, akkor kérdezték a bankban, hogy, hogy számlára tegyék, nem mondom, adják ide. Hazavittem, és kiborítottam az asztalra az első egymillió forintot, és azt mondtam, nagy gyerekek, ezt a papa kereste, mivel? Ezzel a könyvvel, látjátok? Büszke voltam rá. És amikor az első mercedes ugye kamaszként megőrült, mert egyszer nekem is legyen mercedes és rovat jó csajok üljenek mellettem, mint a, mint a undorító öreg emberek a Mercedes-be, fiatal csajokkal. Na, ezt a... ha Megvettem az első mercedes boldog voltam. És ez a felcsúti parasztkölök, aki ugye azt nyilatkozta, hogy ha nincs rendszerváltás, akkor most legfeljebb traktoron ülne, vagy, vagy kombányon. Igen. Tehát a mély szegénységet teszed felelőssé ezért? Nem. A szocializációt. Uh -huh. a, a durva apa, aki még meg is rugdosta, hogy nem ért időben haza. A, 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 az, hogy nincs saját televízió, hanem a műfázban kell menni, televíziót nézni hogy áhítozott egy, egy, jó autó után, áhítozott ezért, azért, azért. Tehát a szegénység elől menekülnek? Nem. gyerekkori jel... emlékek? Nem. Abban nőttek fel, hogy majd nekem is lesz. Uh -huh. És amikor eljut odáig, akkor és még, és még, és még. Én ugye a Tarnói Gabival nyertem egy rakás szakmai díjat annak idején sorokkal. aztán a Tarnói Gabit leváltottam a forróval, aki azt mondta, hogy ha velem dolgozik, akkor meggazdagodunk. És tényleg, rengeteg pénzt kerestünk, hozta a fóról, a reklámokat, meg minden elintézett. És amikor kiderült a kulcsárügy, ahol ő, nem tudom, harmadik, negyedik vagy ötödik rendű várlott volt, és azt hiszem első fokon 18 hónap felfüggesztetet kapott, akkor eszembe jutott, hogy volt egy fotózás a Vörös téren, a 168 ra címlapjára fotóztak minket. Aztán mondta a forró, hogy üljünk le kávézni. Mi sose voltunk barátok, mi voltunk. Kész. Én kitaláltam a műsort, ő meghozta bele a reklámot. Plusz uh, tehetséges volt, mert amit fölírtam nekem, mit kell kérdezni, mondta a Friderikusz. Milyen Csík Zsófi fölírja, Sanyika elmondja. Tehát működtünk, na mindegy. A lényeg az, hogy ott ültünk, és mondta a forró, és ez rá jellemző volt egyébként, hogy ő pontosan tudja, hogy a hátam mögött minden rosszat mondok róla, hogy tehetségtelen, meg megvettem meg, -e. Ő viszont csak jókat mond rólam, és nagyon örül annak, hogy jól keresek, jól működik az egyetem, fogynak a könyveim, nézettek a műsoraim, stb. De, mondta forró, nekem centrum hozzák a pénzt. Hát ott valaki kiderült, hogy a kulcsárügyben tényleg a taxis gyerek hordta a pénzt, és ugye a világgazdaság pénzét tolta be a, a, forró. Na most így jutunk el Orbán Viktorhoz, meg az összes többi az emberhez a környékén. Miért nem elég az, amit normálisan meg lehet keresni? Hát ugye most Mellár Tamás, aki azt mondom, a párbeszédbe ült be, pedig függetlenként választották meg, kilép ebből a frakcióból, ami megmarad azért, mert ő hatan voltak, mellár elmegy, ugye ő volt a ks nak statisztikai az elnöke, egyetemi tanár, és azt mondta, nem tudja elviselni, hogy a parlamentben nyilván nem csak a kormánypárti képviselőkre beszéltem az ellenzékelők egy csomó megélhetési képviselő volt, aki nem csinál semmit, és fölveszi a milliókat. A kérdésem az, hogy miért nem elég ez? Miért kell még lopni? Még, még, még. Miért kell a forrónak a kulcsárügyben, amikor amúgy is hülyére kereste magát, vagy kerestük magunkat? Miért? Mert a vérükben van. Egyszerűen a vérükben van, hogy még, 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 még. Ugye az nem élik róla beszélni, de hát azért nekem ebben van tapasztalatom, hogy hát azért nem csak a németek, meg az orosz katonák fosztották ki a kastélyokat, a parasztok a mohó parasztok. A zsidót még el sem vitték, már, 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 már a, lakásukban ott volt a mohó paraszt. Úgy csak tudod, ott volt Orbán mondjuk, aki Nagy Imre újra mondott egy elég, hát hogy mondjam, ilyen forradalmi beszédet, ugye ruszkik haza estébe, most leül Putyin mellé. Igen, miközben már régen tárgyaltak arról, hogy a szovjetek kivonják de, a taibon. Igen, de nyilván te is látod azt a felvételt, ahol Putyin mellett ott ilyen zakófrázban feszeng, és hogy juthatunk el idáig? Ezt, ezt elemzi, és ezt kérdezi szinte minden újságíró politológusoktól, elemzőktől, vagy egyéb más pártokhoz tartozó politikusoktól, hogy, hogy mi történt Orbánnal, Putyinek, mivel fogják estéből? Hogy, hogy lehet tényleg Nagy újra temetésétől erre a pontra eljutni? Egyértelmű a kérítől kezdve csomóan tehát a Kéri Lassi, ugye, aki, aki, aki tanára volt a Viktornak, Egyébként én Szegeden végeztem, és Szegeden tanítottam az egyetemen. Tehát az LT, de hát nyilván, egy, egy nyilván van egy csomó jogász barátom, aki az LTE-n tanult mondjuk a Viktorékkal egy évfolyamban, és volt olyan, aki tanította őket. Két verzió van. Volt olyan, aki megesküdött arra, hogy ő, ő, beszélt azzal a tisztel aki az Orbán Viktor, nő, Viktor igen. mint Simicska is bedobta. Igen, 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 igen. A másik, hogy ö, mesélték, hogy volt egy ilyen oktató diák meccs, ez, ez a rendszeresen volt a jogi karon az és utána piálás volt, és akkor a Viktor mondta, hogy az előfelvételiseket nagyon könnyen be lehetett szervezni. Csak annyit kellett mondani, hogy öcsi, ezt kérjük itt írd alá, ha nem akkor, akkor nincs egyetem. És ugye ő is erőfelvétel is volt. És ezt mindenki úgy könyvelte el, mint való mást. Uh -huh. Most ezekkel most úgy vagyok, hogy hogy gondolom, össze, engem nem érdekel. Nem érdekel. Azért nem érdekel, mert amikor a forróról, ha már itt tartunk, kiderült, hogy beszervezték annak idején, meg volt az újságíróskalában egy, egy, egy egy ö, fiú, akivel jó barátságba keveredtem, róla is kiderült, hogy ö, jelentett. De a, a forró, azt hiszem 86-ban volt az első olyan országosi választás, ahol több jelölt lehetett. Tehát nem csak a népfront jelölt jelentett, hanem más is. És a forró szónokon ö, jelölték képviselőnek, és akkor bevitték, ezt nekem mesélte, kényszeresen mesélt, hogy éjszaka bevitték és, 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 és nyaggatták, hogy mi az, hogy ő képviselő jelöltséget vállalt. A újságíróiskolai hallgatók pedig azért rángatták be, mert részegen érettségiző korában letörte a piros zászlót a hídon és bevágta. Tehát el. mindig volt valami ok. Igen, és, 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 és most, most egy ilyen gyerek, aki maga azt mondta, hogy ha nincs erre, szóval, akkor ő most lenne, vagy amit tudom én, pedig hát ez, ez hülyeség, mert meg, ugye még előfelvételésként akkor még a kádár rendszer volt, na mindegy. Tehát nagyon nehéz erről az ügynök dologról beszélni, de amit ott művelt a Putyin jelenlétében, az egyszerűen, az egyszerűen pszichológus, pszichiáter, tehát bölcsész és orvos együttes tudására van a szükség, hogy megfejtse, tehát amit ott művelt a tollával, meg ahogy kényszeresen, meg amúgy is, ahogy jönnek ez a Gráci klinikával, el tudom képzelni. Uh -huh. És egyébként alternatívát látsz Orbán helyett? Mondjuk van három olyan neved, akit most meg tudnál nevezni, és azt mondanád, hogy rájuk mondjuk bíznál ennek az országnak a vezetését? Akár lehet vállalkozói körből bárki. Na, hát, uh... Mielőtt erre válaszolnék, azt hiszem most volt tíz éve, hogy meghalt a Bajori Mi. Ez azt jelenti, hogy akkor lehetett az, hogy átadták felcsúton a PANCSORINÁT. Igen. Erre azért emlékszem, mert az Iminél akkor már haldoklott. Az iménél lent voltam Fülén, jöttem az M7-esen, és akkor eszembe jutott, hogy megnézem ezt a stadiont felcsúton, és a GPS nagyon átvert, mert Fehérváron keresztül irányított, és olyan szar volt az út Fehérvártól felcsúték, hogy én megátkoztam. Most meg. már műjégpálya is épült, 100 millióért. És most mondani, hogy mint a filmekben, a legrosszabb amerikai krimikben. Beértem felcsútra, és maga jön, egy ilyen fekete autó, és elkísért a stadion. Igen, én nem tudom, hol van stadion, de gondoltam, hogy egy falu, csak észre. Konyha ablakból hogy... látszik. el. Igen, és akkor beálltam a parkolóba. Ki volt az első ember, aki, aki oda jött? Lőrinc. Mészáros Lőrinc. És azt mondta, jaj, de örülök. Imádom a műsorait. tehát gondoltam nyilván azért, hogy állandóan pocskodni a gyurcsányt, aki, aki, ahelyett, hogy lemondott volna, ahelyett ott szenvedett meg, meg szóval mindegy. A, a bajna is kikapott volna abban a szituációban a gyurcsány beszéde után, de nem ilyen mocskos kétharmaddal. Tehát tulajdonképpen a gyurcsány intézte el ezt az országot hosszú időre. Mert ha időben lemond, akkor a bajna is két kétharmad és nincs ez a kétharmad. De mindegy, a lényeg, hogy Lőrinc örült nekem, mondtam, mindjárt adott mellém egy embert, hogy mutassák meg a Stalinot, meg mit tudom én. És most mi volt a kérdés? Az, hogy van-e olyan három név, amit meg tudnám ja, nevezni. Igen, 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 igen. abban az időben valóban a bajnait gondoltam. És az volt az érdekes, hogy én akkor 10 évvel ezelőtt együtt vezettem műsort hétfőnként a Schmidt Máriával. Azt hiszem, egy hónapban kétszer jött be. És máig emlékszem, hogy mondom neki, mondom, mit szól, hogy jóba voltunk. Mondom, mit szól, hogy a bajnai Gordon lett végül a miniszterelnök a gyurcsányáját. És azt mondta Schmidt Mária, hogy a Gordi nagyon jó választás. És akkor én valóban azt gondoltam, hogy hogy ide egy szakember kell, mert a bajna is arról beszélt, hogy egy szakértői kormány kell. Számomra a szakértői kormány az nagyjából úgy néz gondold végig, rendszerváltás. Ki volt az a, az a magyar miniszter, aki először ment ki a házas házaspár kivégzése után Bukarestbe tárgyalni? Glac Ferenc akadémikus. Akadémikus. Glac Ferenc. Hát most kimegy szíjjel. Őszintette meg, őszintette meg az orosz, kötelező orosz tanítást. Glac Ferenc. Nézd már meg, hogy ez a Csák János, meg mi, milyen figurák ezek? Milyen figurák ezek? Te Jézus Atya Úristen. De a kérdés továbbra is az, hogy alternatíva. Hát figyelj. De én hogy látod? Én nagyon-nagyon én, én családilag is jóban voltunk a a Göncöl Katalin, aki ugye az eltén kriminológiai tanszék vezetője volt, és amikor ment a töketlenkedés, hogy ki legyen az ellenzik köztársasági elnök jelöltje, akit aztán nyilván meg is választottak volna, akkor mondtam, hogy hát csak a Göncöl Katalin megüzente, hogy szóba se áll velem, hogy ilyen hülye ötlettel álltam el, és tényleg már velem szóba azóta se, mindegy. Látod, meg a szívemhez kapok. Na, szóval uh, uh, Bajnai Gordon, Glac Ferenc, Göncöl Katalin, akár köztársasági elnökként mondjuk a Göncöl Katalin egyértelmű nyilvánvaló. De mondjuk egy, egy ilyen német Miklós típusú ember annak idején egy Grósz át venni a kormányzást, és és, 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 megtette, amit tehetett. De mondom, ilyen emberekkel, mint, mint mondjuk a Glac Ferenc. Uh, csak, csak ebben tudok gondolkodni egy szakértői kormányban. Mert ez az ország, ez szegényház. Tehát az Európai Unió szegényháza vagyunk, és hát nyilván katasztrófa, a megítélésünk katasztrófa, minden katasztrófa. És akkor még ezek a plakátok most. Érdekelne, hogy az értelmiségnek a, a szerepe. Tehát, hogy adott esetben ti annó nem gondolkodtatok mondjuk akár egy pártban, vagy bármiben. Itt mindenki szanaszét csak írja a véleményét, lásd mondjuk akár, nem tudom, gávöldi, alföldi, bárki, de egy semmiféle összefogást nem látok az értelmiség részéről is. Vagy sem, bocsánat. hát jó, belőle. azért minket elég szerbe csaptak. Tehát mi Pozgai imében láttuk a jövőt. Abszolút ő ugye a néfront elnöke volt, nem tudom, te nyilván nem emlékszel rá, de. Posgaira? Ne, nem, hanem, 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 hogy a Posgai segítségével jelenhetett meg a társadalmi szemlében a fordulat és reform című. A, igen, igen. Még, Ami Egyszerre hát, kimondta azt, a hogy a szót a szocializmusnak vége. És hát ott voltam a Néfront székházban, amikor, amikor a lengyel acélk bemutatták egyébként mulatságos, hogy Csillag István mellett a Matolcsi is egyike volt, aki a fordult és reform elkészítésében közreműködött. Már mindegy, a dolog lényeg az, hogy Pozsgai a Magyar Szocialista Munkáspárt politika, Központi Bizottság politika bizottságának tagja volt, de amikor megcsináltuk a, a, a nyilvánosság klubot, meg ugye egyáltalán meg megjelentek a reformkommunisták, akkor az volt az álmunk, hogy a Pocsgai kilép a Magyar Szocialista Munkáspártból, és csinál egy valódi szociáldemokrata pártot, a Nyers Rezsűvel például. Egyértelmű volt. Névre szóló meghívóval mentünk a Közgázra, névre szóló meghívóval, és azt mondtam, hogy én most életemben először elgondolkodom azon, hogy belépek egy pártba, mert azt gondoltam, hogy a posgai bejelenti, hogy megalakítja a nem tudom ilyen, valamilyen pártot. És úgy voltam én, hogy én most be fogok lépni, mert meg kell tennem. És nem. Aztán Kecskeméten volt még egy alkalom, ahol a reformkommunisták tanácskoztak, ott is ott voltam egyébként, de mint rádiótudósító. Oda is úgy ment mindenki, hogy na most a posgai robbant, nem. És már a rendszerváltás után, annak idején a 168-szalának mindig én csináltam a pozsgai interjút egyet, kivéve, amikor mondta, hogy 56-ban nem ellenforradalom volt, hanem népfelkelés. Azt, azt valamilyen módon nem én csináltam, de mindegy. És megkérdeztem a pozsgaitól, mondom, figyeljen, a közgázon azt hittük, Kecskeméten azt hittük. Aztán később volt egy szegedi reformkomista gyűlés, akkor annyira már nem hittünk, de mindegy. Mondom, mondja meg őszintén, miért nem csinált egy normális pártot? Akkor a magyar értelmiség egyértelműen maga mögé járt volna. Tudod, mit mondott? Nyárban voltam. És hogyha most visszalépünk... Nyárban voltam, a mert az volt a fejemben, hogy Nagy Imrét is felakasztották. Uh -huh. És azóta a magyar, szerintem a magyar értelmiség jelentős része úgy van, mint én. Soha nem volt pártag, vagy illetve nyilván lehetett pártag a Kádár rendszerben, mert megmondták, hogy X Kovács Eftes, hogyha nem lép be, hát akkor sajnos nem tudjuk előléptetni a főosztályvezetőnek, vagy mit tudom én. Tehát volt ilyen, de egyébként most is nyilván van, van ilyen. Na mindegy, szóval a dolog lényeg az, hogy a magyar értelmiség meg lett fél említve, ugye emlékszünk, hogy milyen az átlagember számára érthetetlen volt a filozofusok basztatása. Helen Rágnesék, hogy miért kellett lefordítani, nem tudom, teljesen mindegy, hogy melyik filozófust említettem. Nem értették. Azt se értik, hogy mi történik az egyetemekkel. Hát vagy a színházok, vagy hát, bármi. A... Nem, egy általában átlagember nem jár színházban, nem jár hangversenyre, nem, nem foglalkozik, könyvet alig vásárol. De, csak mondjuk kirúgnak egy egyetemi tanárt, aki mondjuk fölhívja arra a figyelmet, hogy itt furcsán vizsgáztatnak mondjuk az egyetemen, vagy a tanszéken, és utána senki nem áll ki mellette. Ez csak egy példa, de mondhatnánk a színházakról is, bármit, újságírókról. Mi lesz ennek Miért? a kifolyása? amikor amikor írtam a vonagáborról 2017-ben? 2017 könyvet, és aztán uh, minden szerződésemet felmondták. Mindet. Hot-magazin, ugye Lőlő élet, uh -huh. a tv 2 De ez a... nem terel, az ilyen esetek nem, nem mert azt, akarom csak mondani, azt akarom csak mondani, azt akarom csak mondani, hogy, hogy, hogy egy, 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 egy... Volt, aki felhívott például, hogy ezek után menjenek az tv be hogy ilyen mocskosul elbántak velem. De igazából, igazából így, 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 személyesen mondták, hogy de nem. Hát gondold végig, hogy, 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 nekem se lenne ekkora pofám, mint amekkora van, ha 50 éves lennék, és gondoskodom kellene a gyerekeimről. Tehát 74 évesen így voltam, amikor megírtam a vonakönyvet. Megizenték, hogy kiírlak. Én meg úgy voltam vele, ha eddig nem szálltam össze magam, hogy írjak a Dunagét ügyről, Bőst Nagymarosról, akkor pont most írják meg 70 év Na de ha 50 éves lennék, lehet, hogy nem volnék ilyen bátor, és nem volna pofám. Nem tudom, nehéz, nehéz, nehéz. Egzisztenciálisan tesznek tönkre embereket, és kurvára nem érdekli őket, hogy, hogy, hogy mi lesz. Sorra nyerem a pereket. Sorra. Mert erre külön büdzsé van, ezt ugye el is tudnád mondani a liszkai féle történet. É, a igen, nem igen, nemzetlő. igen, igen, Annak idején ö, ö, kezdtek azzal szórakozni a magyar nemzetnél, hogy jogtalanul veszünk fel pénzt, Schmidt Mária hozott össze a Liszkaival a Magyar Nemzet főszerkesztőjével, és mondta, hogy nagyon perre a Milyen eljárás, hogy címlapon hozzátok, hogy tanárul hova lett a diákok pénz, és meg se kérdeztek. Mondom, te normális vagy? Mondom, szar lesztek perelve. Na és ugyanár, van erre nekünk félretett pénzünk. Aztán Juhász Ferenc hasba rúgta a feleséget, kérdő, hogy nem rúgta hasba. Nem érdekli őket, fizetnek. A hatházi Ákos halába... Felesége, a, Nem, ahogy hívják ott, a szomszédját a hatházi ja, ja, ja. Szekálta, és abba halt bele. Nem. Nem. Fizetnek. Nem érdekli őket. Gátlástalanok. És ebből térjünk vissza az Antal Józsefhez, aki azt mondta, hogy na, szerkesztő úr, hát, ilyen médiában nem lehet neki a választásoknak. Hát miniszterelnök, akkor ezúton üzenem odaföl, de Ilyen médiával kell neki menni a választásoknak. Ilyen média. Hát a cél szentesíti az eszköz. De egyébként mondod ezt a két rádióadót, amit kis tudsz fogni, de azon kívül mondjuk még ilyen termékeket a kezedbe veszel. Mert azért ugye elég átalakult a szakma is, megjelentek ezek a, megjelent ez a podcast, podcast műfaj is, amit most mi is csinálunk. Friderikusz letarol ebben mindent, olyan embereket néznek például, mint Frey, Nárai. Erről a világról mi a véleményed? Nem nagyon foglalkozom vele, ha hívnak, mint most például te. Én általában minden meghívásnak teszek, ha nincs okom rá, hogy ne. Mert mondjuk, e, 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 nemrég hívtak a hírtévébe, azt hittem, hogy a monoglőgést. De Na, ezek normálisak? Ez a bohár Dániel azt írja oda, hogy riporter. Te Jézus! Sokáig azaz szórakoztam, hogy volt egyszer valamilyen műsor, és be kellett mutatkozni, és kiszer tünde volt előttem. Ez a TV2-nél volt, és muszáj volt ilyen műsorokba elmennem. És ünne, mondtam, hogy ő újságíró, riporter műsorvezető. Havas úr, hát mondom, azok után, hogy kiszeretőn, de újságíró, riporter és műsorvezető, a faszom se tudja, hogy én mi vagyok. Na most, hogyha Bohár Dániel riporter, hát akkor, akkor elnézést kérek, de akkor azok a műsorok, amiket mindenféle díjakat nyertem, meg könyvek, amiket írtam, hát akkor, akkor, én, akkor, én, nem voltam riporter. Ha Bohár Dániel riporter, Na mindegy, egyébként ez a srác, ez, ez óriási figura fölhívja, nem tudom, kit hívott föl, hogy kinek drukkolt a magyar-bolgár meccsen Dobrev Klára, aki ugye a, a szóval papája volt, igen, nem hiszem, tudom, bolgár. És engem is föl szokott hívni, jó napot kívánok, Bohár Dániel vagyok, és múltkor annyira meg, meglepett, hogy van pofája ehhez, mondom, maga normális? Maga normális? Aztán hallottam, hogy ezt be is játszott, hogy maga normális, én, én szégyelném magam. Na mindegy, szóval katasztrófa. A, katasztrófa a Friderikuszra pedig direkt kérdeztem rá, tudom, hogy őt szoktad így kritizálni néha. Nem kritizálom. Hát, hogy így, nem tudom, szakmailag megítéled mondjuk. De ez értek. Ja, úgy, mint te. Fölírja a kérdéseket, szerencsétlen. Ez sorvezető, tudod? Nem, figyelj. A dolog ott kezdődik most, mindegy, hogy miért egyszer egy kerületi, ötödik kerületi, vagy valamilyen kerületi tévében <laughs> szerepelte. Mindegy, hogy miért. És a kerületi rendőrkapitány, mondom, ez egy kerületi helyi televízió volt, <laughs> és ott ül a rendőrkapitány, és hát a, a műsorvezető kolléganő föltette a kötelező kérdéseket, hogy a lopások, meg mit tudom Nézem a, a rendőrt, és mondom, milyen érdeke. Itt, itt a vállapján volt egy lyuk. És akkor szóhoz jutottam magam. a moly. És egy a moly. Hát, mert látod, milyen hülye volt, te voltál katona? Nem. lennék katona, akkor tudnád, hogy itt vannak a csillagok. Na mindegy. A. Mindegy a dolog lényege, hogy a lyuk azt jelenti, hogy lefokozták elvesznek ilyenkor egy csillagot. Mit tudom én, közlekedési baleset, vagy, vagy ellopta a gépésztőt a, a rakból. És akkor mondom a rendőrnek, mondom, ne, mi van, de látom, hogy lefokozták, így nézet. Honnan tudják, mondom, hát ez, hiányzik egy csillag, de a helye még ott van. Na most erről van szó. Egy riporter ezt veszi észre. Most csak egy teljesen hülye példát mondtam, ami eszembe jutott. Most Bohár Dániel honnan riporter, vagy Friderikus Sándor honnan riporter? Hát a riporter az én voltam. Akkor elmentem Mosonmagyaróvára Magyaróvára, és kerestem a szemetet, ami büdös. Egy olvasói levél volt a Dunántúli naplóban. És végül Magyarország első környezetvédelmi botránya lett belőle, és akkor született meg az első környezetvédelmi törvény. Kiderült, hogy a, Gráci metró, metró építkezés hulladékát hozták át, és kéregvasút volt, és át egy, 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 több száz éves szemét hegyen keresztül vezették. És a, egyebek közt a Gráci Kórház, Közkórház hulladékát is idehozták Mosomagyaróvára. 50 méter a kutaktól. És egy riporter ezt kiderítette. Ha? Na, Hát hol mi? Brohádáni, mert mi a lófasz derített ki, vagy Friderikus Sándor, hagyjál már ilyen hülyeségekkel. Ezek nem riporterek. Na, ennek hagyjuk. Jó, hát Henry, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kicsit így átbeszéltük a közéletet, azt fölírt kérdéseimmel. Értettem a, az iróniát. Hát ezt a beszélgetést még nyilván majd folytatjuk. Két hét múlva ismét jelentkezik majd a magyar közön, nyugodtan mondják el a véleményüket, az adás alatt lehet majd a YouTube-on kommentelni, és fönn vagyunk a TikTokon, a Facebookon és az Instagramon is, keressenek ott is minket. Viszontlátásra!